Sziasztok, itt vagyunk ismét a Bottober egy következő részébe, és miért vannak itt ilyen sokan? Kik ők? Oliver Tinker, Anika Kumar, Anika Kumar, aki... Ja, hogy váljunk itt, szerintem kettem. Aha. Anika Kumar és... Nem zártam be egyébként a sajtót. Vámpírok meg a szomszédok előtt bezártam, de... Most a barátok előtt is bezárom. Na, haza is mennek, helyes. Ó, várjátok, feljebb viszem a hangot. Hallottam, nagyon levoltam halkítva, meg szerintem a fényerőt is, mert nektek biztos, nekem viszont nagyon, ó, nagyon sok. Na akkor, ha jól tudom, az előző részbe itt van egy ultrahang, és lány lesz, ugye? Igen. Jaj, de jó. Ah, de jó. És egy darab lány. Ó, már alig várom. Na nézzük, hanyadik szemeszterbe vagy. Ja igen, és akkor mondtam, hogy neki esküvőt kell, randira kéne hívni, szegényt. Esküvőt kéne szervezni. Ó. Van mit csinálni. 12 óra múlva megy, de őt most nem megy dolgozni, úgy döntöttem. Hanem vesz ki egy szabadságot. És Jacob is, neki 11 óra múlva kéne mennie, de nem, hanem ő is vesz ki szabadságot. Neked van valami? Óhó, hát tudom, hogy neki... Gondoltam, hogy veszek ilyen csábítót, de aztán inkább maradjunk a szükségleteknél. Aha, őnek is sikerült. Jó van, Gabriel. Hogy hívnak, Gabriel? Muska, Trieb, Jafflebabdor. Aha. De miért ilyet? Mi van? De Jacob nem is ilyen festő. Na jól van. Lehet, hogy csak ez a jele annak. Gyere, tusolj le. És aztán... nem is tudom, milyen idő... Vagy milyen este van? Aha. A csajsz állandóan számítógépezik. Takaríts már el. Tegyük be a hűtőbe. És ezt akartam mire megnézni, meg... 20 óra múlva lesz a harmadik trimeszterbe. Nagyszerű, és utána gyere te. Elviszük egy randira. Ó, első csók. Micsoda? Tehát gyereke születhet, de... Ja, hát igen, mert hogy... Igen. Most lehet házasságon kívül, meg szerelemen kívül is gyerek. Jó, akkor most lehet... Na, még mindig az első csók. Kicsit romantikázzatok. Pár ilyen...
Nem tudom, ezek számítanak-e egyébként. De... látjuk. Nem. Tészimet kell, addig négyet csókolt meg. Aha. Akkor igazából Randi nem is kell még. Jó, akkor tudod mit? Akkor megszervezzük a lagzit. Hát ez kicsit szomorkás lesz, mert hogy ugye sajnos az eskü... ja, jaj, bocsánat, el kell, hogy jegyezzem még. Oké, mindenkinek pisilni kell. Oké, kitartást, még egy eljegyzést dobjunk össze. Kérem a kezét, oké. Gyere, csináld meg, ha már ő nem csinálta meg. Csak elment. Hát persze, egyből ide jön. Számítógépezni. Na, akkor most utána megszervezzük a társasági eseményt. Hú, hát igen. Szerencsére a második generáció Jacob nem lesz olyan nehéz, mint az első generáció, mert ment a szimet 45 részen keresztül, egy éven keresztül csináltam, vagy játszottam vele. Igaz, volt egy, nem tudom, egy két hónaptán kihagyás közte. Ide csináltam egy kis esküvői helyszínt. Gyere ide! Nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, de gyere ide! Teleportálj ide, teleportálj ide! De jó! Álmodozzál esküvőről. Te is álmodozzál. Jó, és akkor itt... hát gondolom, hogy... én most szakít vele. Szakítsanak. Na, hát így leülnek. Ennyi. Akkor megnéztem, hogy... ó, fáj a fejed. Hát igen. Gyere, tálaljál föl. Jó. Meg kávézik. Fantázia az esküvőről. Na, azért elég jó elbeszélgetnek. Na. Szóval, ugye a második generációnak egy gyereke, hogy kell, hogy legyen. Csak egy gyereked lehet, ezt most láttam meg, úgyhogy még jó, csak egy gyereke van. Érd el a politikus karrier és az aspiráció csúcsát, hagyj ott valakit az oltárnál, és házasodj meg idős korodba.
De akár ugyanazt elveheti. Nem tudom, hogy jöttek-e ide szimek, mert lehet, hogy ő elmehetnek közben egy kicsit, mert karizmajártasságot kellene még följebb vinni, illetve még 6 szimet kellene megcsókolnia. Úgyhogy szerintem vele most innen el is utazunk. Vagy várjunk, akár ide is hívhatjuk őket. Nem tudom, hogy ide jönnek-e. Őt hívjuk meg először. Alszik. Ja, még túl korán van. Jó, akkor tudod mit? Akkor menjél te, akkor csak te mész egyedül. És akkor lehet, hogy ők már voltak. És elmegyünk máshova. Na, menjünk, elcsábítsuk őket. Lepkézik. De mondjuk, igen, hogyha hideg van, fel is öltözhetnél. Nem tudom, hogy miért ebbe vagy egyébként. Na. Nézzük, kivel tudnál egy kicsit... Hát ő pasi. Viszont ő csaj. Luna. Ó, ennyire jobba vagytok? De nem. De annyira nem. Luna egy kicsit... De hova mész? Hát igen, ezek a hajak nem igazán... átváltoztattam, de ezek a hajak nem igazán... Hogy is mondjam... kompatibilisek ezekkel. Na gyere! Renga, this one. Oh, Lempima. Ne. Menj utána. Hát nem lehetsz ilyen béna. De komolyan, ú, de jó, milyen hegyes vidék van arra. Na, azért. Igazából csak egy csont kell, semmi más. Pokoljon. Turinga. Mayula. Siwa. Adjunk neki egy rózsát. És elmegy. Ő egy űrlény, de akkor is utána megyünk. Menj utána. Caliente akar jönni, de... Jessene Klonkas Rabana. Hey, Finn. Bilbar. Dibowis Varsba. Ó, elpirult. Te cuki. I'm a Sharnu. Akkor lejöttne meg, csokolta. Tényleg elpirult. Nézzük, ez számít. 4 volt, ugye? Aspa. Öltöz már át. Hát ez nem számít. Sajnos nem számított. Mennyire van hideg. Na jó van, hagyjad, engedd el. Menjünk inkább ide be, megkeresem. Itt van, Choice-it. És akkor egy kicsit vele foglalkozunk. Megkérdezzük, mivel foglalkozik. Lehet, hogy a munkatársunk. Felpörgetjük az eseményeket. Ne tessék elmenni sehova. Ó, és vele is tud...
Hát ott még azért nem tartunk. Elkérjük a számát minden esetre. Ez most... Ja. Kicsit depressziós lett, de nem azért, nem miatta, mert vele szerintem jóban van. Hanem azért, mert ott hagyta. Hát ő te voltál, te hagytad ott az oltárnál. Te hibád, hogy ilyen vagy. Jó, kérjél tanácsot tőle. De úgy látom, hogy azért egész jól megy már köztük a dolog. Ja, és akkor most lehet... Ó, 3 óráig nem lesz semmi. Nagyszerű. Hát ez fantasztikus. Néha bekavarnak ezek a modok nekem az én terveimbe. Na, jó laktál. Pisíjél. Aztán megitatom vele a... Ezt beveszek, vagy kettőt, hogy legyen. Na megint hova megy? Most ide jön. Most nyelevet kőzik. Én hátas dobok, komolyan. De most már, ja, most már meleg van. Ja, oké. Okay. Jó, te meg jó lenne, hogyha törődnél magaddal. Na, hol van a csajsz? Itt van. Csinálja a kaját. Gyere ide hozzá. Beszélgessenek az új partnerről. Lamina, Rabani. Inika. Yabibo. Yabibo squad. Trini. Quahabin. Denka. Zip, 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 zip. Zamboom. Megkérdezzük, hogy van-e valaki, je? Aha, szingli. Oké, akkor bepróbálkozunk még egy kicsit. Ó, tényleg, kérdezzük csak meg, hogy nem eltámogatna minket. Igen. És megvan már a kettő. Jaj, meg kell... Tehát... Na? Aj, nem! De miért nem akarnak ránk szavazni? Na, ennek nem örülök. De jó, hogy ez bejött, köszi. Jaj, jaj. Lehet, hogy kicsit barátságosabbnak kell legyünk, gyanítom, de azért megnézem, hát, hogyha... Vagyunk be a vonzalmunkat. Hát nem igazán jön össze ez a... Nem baj, nem baj. Majd még megpróbálkozom azzal is. Nem is igazán adja föl, hogy... Hát pedig egész jó haladunk, de valamiért nem akarja, nem adja fel azt a lehetőséget, hogy tudjátok, hogy legyen valami. Hát neked meg inkább enni kéne valamit. Edd meg ezt a hálás takót, aztán remélem el is takarítod innen. Na jó, még ebben a részben megvárom, hogy megszülessen a baba.
Még harmadik, ugyanis harmadik trimeszterben van, és most már nagyon-nagyon közel van. Tudod mit? Gyere aludjál te is, csak hogy gyorsabban telik az idő. Aludjál. Ja, igen, mert nem aludhatnak egy ágyba, mert most már szakítottak. Hát elküldöm inkább dolgozni. Csak azt nem értem, miért nem megy el dolgozni. Ó, számla. Jó, akkor gyere, kifizetjük a számlákat, mert úgy látom itten. Ó, ezt el is felejtettem. 606, ó, nem olyan sok. És még mindig nem tudunk szavazni. Nem. És te hova mentél? Te is elmentél dolgozni. Nagyszerű, mindenki elment dolgozni. Hát Jacob 520 szimolont keresett, tudom, hogy nem léptették elő. Hát most gondoltam, hogy nem léptették elő, hát miért léptetnék elő? Mennyire aludja? Gabriel is hazajött, hogy csak 168-at keresett. Ja, te oda nem fekhetsz, akkor gyere ide. Nagyon elfáradt, nem tudom, mikor megy szülni. Küldjön haza mindenkit. Na végre, vajudik. Jó, és ugyanúgy elviszem akkor a kórházba. Hát nem is, csak elküldöm. Elküldöm egyedül, akkor is kap ilyen izét. Persze, menj el viccire előtte. Ó, nem sikerült. Lehet, hogy akkor így nem kap ilyen. Ja, igen, ő. Jaj, de jó, hogy kislány. Shelly. Az jó név. És hol tett? Ott van Shelly. Te gyere gyorsan vécére. Ó, bepipílt. Jó, akkor tusoljál le. Ó, itt van a kis Shelly. Mindjárt egy picit arrébb tesszük, mert elég rossz helyre teszik le állandóan. És milyen jó, mert ő, ugye, ő lesz a sárga. És sárga is a ruhája, és minden. Ó, de cuki. Jaj, de jó, csak egy gyerek. Ennek felettéb örülök. Jó, te vagy az apuka, úgyhogy etesd meg. Nem. Ó, itt van egy szellemünk. Atya, gatya, mik vannak itten? Nem, főzőcs, állandóan főzőcskézik. Beszélj neki. De miért vagy messzelen? Miért vetted le a ruhádat? Én véletlenül rányomtam. Jaj, vesz fel akkor a pizsomádat. Mindegy, csak valamit vegyél föl. Ó, Istenem. Egy kicsit beakadnak, ezek a módokat nem igazán bírja az én gépem. Csak nem bírja, valamit csak ki kell majd vegyek belőle. Ő meg kicsoda? Bernard? Akkor ő az, biztos. Az író. Nem tudjuk, de gondolom ő az. Jó, ő bealudt, ő meg. Ja, Istenem, hát.
Cseréld ki a koszos pelenkáját. Hát, hogyha abba hagyja. Most aludhatsz. Jó. Na de jó, akkor ezt a részt fogom abba hagyni. Köszönöm szépen ezt a részt. Megnéztetek, és akkor találkozunk a következő résznél. Sziasztok!